Kőbányáért díjat kapott Kutiné Ádám Szilvia, a Baptista Szolgáltató Centrum telephely vezetője, aki munkájának kezdeteiről is beszélt. Ez érdekes és hosszú folyamat, igen. 2014-ben kerültem az intézménybe, akkor mint telephelyvezető voltam. Kezdtük egy népkonyhával, abba tanultam úgy be, és próbáltam itt a munkát összefogni és segíteni az embereket. Utána meg bővültünk, szépültünk, megépült a támogatott lakhatásunk 12 fővel szenvedélybetegek részére. Következő évben, meg 2017-ben meg megépítettük a ami jelenleg nappali melegedő, az 30 fővel. Akkor van egy közfoglalkoztatási program a telephelyen, ami működik, és ugye a régi bárka lélekpont, ami volt, ott voltak menekültek februárig, és most úgy néz ki, hogy továbbra is fogjuk segíteni, hogyha szükség van rá. Milyen emberek jönnek ide? Hát vegyes. Vegyes, tehát ugye vannak nyugdíjasok, vannak önálló, elvált férfi emberek, akik sajnos az életben meg vannak törve, tehát rászoruló emberek, így mondanám. A rászorulók zárkozottak, vagy megnyílnak önnel? Hát én úgy érzékelem, hogy velem megnyílnak. Tehát próbálom mindig megtalálni a közös hangot, segíteni, mindig megtaláljuk azt a közös témát, hogy rá tudjuk vezetni az illetőt, hogy elmondja, hogy mire van szüksége, és figyelembe veszük, és próbálunk egyesével mindenkinek, ahogy tudunk, segítségére lenni. Akár szállás elhelyezésbe, akár szociális ügyek intézésében, vagy akár élelmiszer, hogyha szüksége van, vagy mosás, vagy egy orvosi ellátás, tehát mindent ilyen összefogottan próbálunk minden egyes ellátottal felmérni és együtt csinálni. Ezt ugye nemrég egy főiskolai képzésen is tanulta, az elmélet és a gyakorlat milyen kapcsolatban van egymással, mit tapasztalt? Igen, tanultam, és én mindig azt vallom a hitvallásomban is, hogy úgy bánjunk embertársainkkal, mint ahogy magunk is szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Tavaly végeztem a Baptista Akadémián, teológia, szociális lelki szakon. Így a munkám során próbálom ezt is alkalmazni. Van olyan, amit az előadásokon, a jegyzetekben tanult, hallott, megismerkedett vele, és itt hirtelen meg tud jelenni? Van, igen, olyan is, de azért az a mögöttem hagyott 10 év, 11. éve, hogy most már az intézménynek vagyok a vezetője, az most már így a gyakorlatban benne van, tehát ugye a diplomamunkámat is ebből írtam. Tehát a kőbányai hajléktalan ellátásról is, azon belül a Baptista Szolgáltató Centrum, 5-ösre vizsgáztam, államvizsgáztam, de ugye ez a munkám része volt, tehát hogy nem azt mondom, hogy könnyű volt, de nem is volt olyan nehéz, meg lehetett csinálni. Ez alatt a 10 év alatt szerintem nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy több ezer emberrel találkozott, akik megfordultak itt Kőbányán. Mit érzékel, hogy miért csúszik félre emberek élete? Hát nagyon sok emberrel voltam már kapcsolatban, tehát nagyon sok ember keresett meg, és én akár az utcán is, ha észreveszem az elesett embert, oda megyek, és próbálok segíteni, és útba igazítani, és elhívni a mi intézményünkben, ugye ahol gondolok itt arra, ahol így kúdulnak, vagy bármi az emberek, mert én sajnálom azt, hogy hányódjon egy ember az utcán. Nem is tudom, hogy fejezzem ki magam. Ezt így szavakban nem lehet elmondani. Ezt a gyakorlat adja, hogy egy emberen hogyan és mint. Az elcsúszások ugye az nagyon sok rétű lehet. Lehet egy betegség, lehet egy munkaelvesztés, lehet egy család szétbomlása, tehát ez nagyon, nagyon sok rétű. Tehát minden egyes személynek szerintem külön életútja van. És mi kell ahhoz, hogy valaki ki tudjon mászni a gödörből? Mit tapasztalt? Mert talán ilyen történet is van. Hát akaraterő az nagyon kell, a motiváció, és az, hogy érezze, hogy van mögötte valaki, akinek ha bajban van, akkor van hová forduljon, és kap egy jó szót, kap egy szeretetet, kap egy törődést, és akkor lehet ezekkel az emberekkel együtt dolgozni. Amikor valaki bajba kerül, és elveszti a talajt a lába alól, akkor tapasztalja, hogy Istenhez fordul, vagy próbál valamiféle lelki kapaszkodót keresni? Van az intézményben most egy új munkatársunk, hitéleti munkatárs, aki szintén ezt a folyamatot itt közösen csináljuk, és próbáljuk segíteni az embertársainkat, Csávi Lászlóné. Milyen kihívásokkal találja szemben magát így az év közben, napközben?
Hát itt napi szinten vannak kihívások, ugye, hogy megtaláljam az emberekkel a közös hangot. Próbálom mindig úgy egyengetni és figyelgetni az embertársaimat, hogy felmérjem azt, hogy egy elbeszélgetésből már tudjam azt, hogy annak az embernek mire van szüksége, milyen segítségre, hova irányítsam, hogy segítsek, hogy karoljam föl, hogy ne csúszson le teljesen az élete, és ne vesszen el a mai nehéz sorsú emberek közé. Van olyan, amikor valaki ide kerül, vagy elkezd ide járni, vendég lesz, és hát nem túlságosan egyenes, mert meghurcolta az élet, és aztán valahogy megváltozik? Igen, volt rá példa. Ilyen is volt, igen, tehát volt olyan is, aki büntetettől életű, de emberek fölött nem szabad ítélkezni, tehát én azért azt szoktam mondani, hogy mindenkinek van egy téglája, meg mindenkinek meg kell adni az esélyt. És hogyha az ember érzi azt a biztonságot, törődést, akkor ki tudunk a mély gödörből jönni, közös erővel. Vannak tervek itt? Igen, lenne még. Még lenne tervem, lenne álmom, igen, de hát ezt majd a vezetőimmel közösen, hogy hogyan tudjuk továbbra is a kőbánya elesett embereit fölkarolni, segíteni, egyenes útra terelni, és Istenbe bízni. Mindenkinek ezt kívánom.